A Magyar Kanizsai Egészségházban is igyekeznek követni a digitális technológia legújabb vívmányait, és az adatok elektronikus tárolása is már jó ideje folyamatban van. Talán az első, amit észrevesznek a betegek, a betegkönyvük. Látják, hogy úgy néz ki, mint egy kártya, nem olyan régi papírformátumú, csip van rajta. Ez a csip valójában már adatokat szolgál nekünk, ha bejönnek az egészségházba. Minden információ a betegről ezután elektronikus úton is regisztrálva van, nem csak papírformában, mint régen egy kartonunk volt, amit viszegettünk egyik orvostól a másikig, most már minden elektronikusan evidentálva van. A cél az, hogy bármelyik intézménybe, ha bemegy a beteg a saját betegkönyvébe, bárhol, mivel ezek össze lesznek kötve, az orvos hozzáférhet a kortörténetéhez a betegnek, és nem kell viszegetnünk papírokat egyik orvostól a másikig. Most gyerekcipőben járunk még, valójában mind 2005 óta evidentálunk mindent elektronikusan, de most értünk oda, hogy eznek van is már valamilyen haszna. Tavaly bevezette a minisztérium az ISIS programot. Az ISIS program egy kezdetleges program, ami valójában azt próbálja biztosítani az orvosnak, hogy időpontot tudjon találni a betegnek magasabb szintű intézménybe. Nagy nehézségekbe ütközik ez a terminusfoglalás, mivel hogy az orvos sokszor nem talál terminust, tehát nem talál időpontot, és a beteg sajnos kárát szenvedi, mivel hogy hónapokig is várakozunk, mire találunk egy szabad időpontot a specialistánál, vagyis a szakorvosnál. Ez különösen jellemző nagyon magas intézményekre, tehát Újvidékre, illetve Beográdi intézményekre. A közelebbi intézmények, illetve a belső utalás az már problémamentesen működik. A gyógyszertárba és a receptírás is már elektronikusan történik. Még kinyomtatjuk formátumban ilyenre, de nem sokára el fog ez is tűnni. Az utalók is még ki vannak nyomtatva, de már elektronikusan is mennek. Ugyanígy ezt észreveheti a beteg nálunk is, ha bejön az egészségházba, hogy már nem biztos, hogy kinyomtatjuk neki a labor utalót, hanem egyenesen mehet a laboratóriumba, és az eredményeket se kell felvenni, az orvoshoz már visszajönnek az eredményei a laborból.